Szevasztok srácok, először is hadd kezdjem azzal, hogy boldog új évet kívánok minden kedves nézőmnek, és hát tudom, rég nem volt videó, de ez annak volt köszönhető, hogy az autó mozgásképtelen volt, de inkább hadd mutassam meg, hogy a mostani helyzetek hol tartanak. Így néz ki a kormány, hát nem így kéne kinéznie, illetve igen, mert hogy le lett újra bőrözve, amit nagyon szépen köszönök a rendes kormánynak, most úgy néz ki teljesen, mint egy téli kormány, vannak itt benne ilyen új támaszok is, illetve nagyon szépen rá lehet fogni itt a tenyérrel is, illetve piros lett itt a varrás is benne. Nekem tulajdonképpen ez volt a lényeg, ez egy nem téli kormányból lett átalakítva ilyen téli típusúra, teljesen megegyezik a téli kormánnyal. Most itt az árnyékban nem fog látszani, de majd csinálok olyan felvételt, ahol igen, itt még van benne egy kis ilyen, nem is tudom, vágás, hasítás-szerű dolog, hogy még jobban hasonlítson rá. Illetve, hát így néz ki most a váltónál, ugye azóta lecseréltem a váltó fejet. Ezt majd visszateszem az eredetit, mert ez így nem tetszik, viszont itt piros lett ugye a varrás, majd kap egy új kézifék szoknyát, illetve váltó szoknyát is, azt is látni fogjátok, úgyhogy ezek a piros varrások nagyon jól fognak kinézni itt a beltérben, nekem ez volt egy ilyen lényegi szempont. Na de hogy a mai nap mik készül, azt mindjárt mutatom is, de lehet, hogy már ki is szúrtátok. Itt csücsül itt ez a kis doboz, és ebben vannak olyan alkatrészek, ami ennek a helyére megy, ennek a helyére, és majd ide a kormányhoz jön majd a díszítő betét. Tulajdonképpen ezek karbonból lesznek, igazából ki is kell majd cseréljem ezeket a paneleket, és hagyd kezdem azzal, hogy megköszönöm Gáspár Tamásnak, GT-nek, szerintem elég sok alfás ismeri őt, mert azt csináltam, hogy ebből a részből vettem egy eredeti Alfa Romeo-sat, viszont ami a kormányhoz kell, illetve ami a váltóhoz, az sold out volt, sehol nem találtam, és hogyha van, akkor méreg drágán, annyiért meg én nem szeretnék hozzávenni. Úgyhogy Gáspár Tamás volt a segítségemre abban, hogy teljesen olyat gyártott hozzá, mint amilyennek majd itt kell lennie, de szerintem inkább kezdjük el, és akkor majd utána elmagyarázok, meg elmondok mindent. Így néz ki a kormánybetét, ez teljesen karbonból van, és ez is Gáspár Tamás keze munkája, amit megint nagyon szépen köszönök. És valahogy így fog majd kinézni, persze miután visszaszereltük a légzsákot. Most már igazából csak a légzsák kell bele, és akkor a kormány részhez készen is van. Az aksit nem kötöttem le, mert mindenhol azt írták az interneten, hogy nem kell hozzá lekötni, mert csak akkor tud kinyílni a légzsák, hogyha előről a motorháztető oldaláról vagy annak az irányából kap egy ütést az autó, úgyhogy elvileg, ha csak nem szúrok át rajta valamit, akkor a légzsák nem kell, hogy az arcomban nyíljon majd. Úgyhogy elvileg ameddig ezt így majd be fogom tömködni, meg nyomkodni, elvileg végig dudálni fogok közben, úgyhogy azért tényleg elnézés és bocsi, ja meg a szomszédoktól is.
És bocsánat minden kedves szomszédtól. És akkor itt vannak ezek a vasdarabok, ezzel lehet kivenni majd a rádiót. És így néz ki az új. Ez a lámpa mindig úgy megnyomja a fejemet, viszont ezzel megvagyunk, már visszament a navigáció is, úgyhogy már csak egyetlen egy dolog maradt hátra. Ugye ez a váltó körüli konzolt visszatenni, ott akkor rá a szoknyát.
Illetve nekem innen még kell egy váltó szoknya. Jól tudom, ez egy keretbe volt benne. Igen, a keret is megvan. Úgyhogy ez mehet vissza. Csak itt egy csomag alján, hogy itt van, az, hogy őszinte leszek, mert ezt a részét nem szeretem az autónak. Ez nem más, mint ez a kis vékony keretke, ami mindenkinek el van törve természetesen. Én még olyan Brerát vagy 159-et nem láttam, ami ne lenne törve, vagyis már itt igen, láttam olyat, amiben ez nem volt benne, mert a tulajnak elege lett belőle. Úgyhogy valószínűleg nálam is ez lesz majd, hogy elegem lesz és kikerül belőle, vagy legyártatom 3 vagy 4D-be, és akkor lesz egy normális keret, mert ahogy látjátok, ez itt elég sok helyen el van törve, és ez nem azért, mert hogy valaki eredetten basztatta az autót, vagy hogy mások basztatták ezt az autót, ez szimplán azért törik el, mert tényleg nagyon szar anyagból van. Hát, hogy vissza se kéne tenni. Hát, megpróbálom visszacsettinteni, pattintani, aztán lehet, hogy a végén nem kerül rá sor. Már csak egyetlen egy dolog maradt hátra, az nem más, mint itt a kormány alatt van egy ilyen kis takaró, azt vissza kell tennem, és utána már tulajdonképpen készen is vagyunk. Be van téve ugye a kormánynál is a betét, a váltónál is, és itt a közép konzolnál is, úgyhogy utána kipróbálom persze, hogy működnek-e a funkciók, és szerintem akkor meg is vagyunk. Hát készen vagyok a kormány alsó burkolatának is a visszatételével, illetve még egy picit áttörölgetem. És készen is van. Hát ennyi lett volna ez a videó. Én amióta megvettem Bellát, nagyon szerettem volna bele ezt a karbont, úgyhogy kíváncsi vagyok nektek, mennyire tetszik, nyugodtan írjátok meg kommentbe, és ha tetszett a videó, akkor légy, nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan találkozunk, addig is sziasztok!